8 éves öregedő kisfiúcskánk. Ő nemrég került be hozzánk, tavaly december közepén került be. Sajnos a gazdáj, ő gazdás kutyus volt. A gazdája egy idős néni, aki sajnos bekerült a kórházba, és ahol maradt a kutyus morzsikánk, ott nem akartak vele tovább foglalkozni, és így került be hozzánk. Ahogy bekerült, ugye egy-két napig még teljesen külön volt, persze nyilván a 14 napos megfigyelés is megtörtént már vele szembe, ő ezen már túl van. Amúgy egy nagyon nyugodt, kiegyensúlyozott kutyus, igazán barátságos, nagyon embercentrikus, nagyon szereti, hogyha simogatják. Még azt is megreszkírozom, hogy igazából még a kaja sem érdekli, tehát hogyha ételt viszünk neki, akkor is az a lényeg, hogy csak kapja a simit. Hát, mint egy öregedő kis fiúcska. Oltásai rendben vannak, tehát most már ő megkapott minden oltást, amikor ilyen törvény szerint is ugye kötelező, tehát a kombinált és a veszettségoltással is rendelkezik. Viszont ugye a szívféregteszt, ugye, amit minden egyes kutyán elvégzünk, amikor bekerül, sajnos pozitív lett neki, úgyhogy neki rá is kezdtük a kezelést. Van egyes, kettes és hármas stádium. Az egyes stádiumnál egy hónapos doxiciklin és moxi kezelés van. Hármas stádiumban azért ez már egy 6 hónapos kezelést igényel, de az egyes stádiumú kutyáknál is ugyanígy egy 6 hónapos kezelés van, csak ott egy hónapig adjuk a doxiciklint, és utána 5 hónapon keresztül a moxiklinre csepegtetjük a kutyusunkat. Minden korosztálynak ajánlom. A nyugodtsága viatt akár idősebb korosztálynak, akár fiatalabb korosztálynak jókat lehet vele szerintem sétálni, kirándulni, éppen azért, mert már egy nyugodtabb természet, tehát szerintem ő vele hatalmasakat lehet sétálni. Ha a szívemre hallgatok, akkor nyilván azt mondom, hogy Benti kutyának, már csak azért is, mert már ugye nem egy fiatal kutyus, és én úgy vagyok vele, hogy minden idősebb kutyus azért kerüljön már Bentre, de kinti Benti tartással elvihető ez az édes kis tünemény kis morzsi kutyánk. Enzo egy 2 éves fiúcska, ő kopókeverék, és nagyon érdekes az ő története. Ő valójában valószínű, hogy gazdás kutyus volt, mert hogy oltási könyvet is kaptunk onnan, ahonnan elhoztuk. Ő valahol itt Besercszögön élte a kis életét, és neki az érdekes neve volt, az volt a neve, hogy Portás. És ugye mi változtattuk át a nevét. Ajándékba kapták itt Szolnokon ezt a kutyust, de viszont minden nap kint volt ez a szerencsétlen, ott a Körösi út környékén mindig minden nap úgy kellett visszavinni ezt a kutyát, és akkor egy idő után már ezt mi meguntuk, és akkor megkértük a gazdát, hogy ha jobbnak látja, és szerintem ez így lesz jó, akkor inkább mondjon le róla, és akkor így került be hozzánk ez a kutya. Több mint egy éve gondozzuk most már, tehát 10 hónaposan került be hozzánk, és ugye most lesz 2 éves. Más kutyákkal nagyon barátságos. Ez most derült ki, ugyanis ő egy évig sajnos, nem jól mondom, tehát volt mellette kutyus, csak őt elvitték, utána egy kicsikét úgy magába fordult, és akkor az egész napja abból telt a kenelbe, hogy fölleugrált, tehát nem igazán találta a helyét, és akkor most bekerült hozzánk egy kölyök kutya, ővele barátkoztattuk össze, és elsőre, és pedig fiú kutyáról beszélünk, de hatalmas barátság alakult ki köztük, úgyhogy ők most már egy kenelben vannak, és így most már Enzo is lenyugodott, sokkal boldogabb, kiegyensúlyozottabb, és amúgy meg egy tünemény kis kutya. Ha egyedüli kutyának megy, akkor mindenféleképpen azért fiatalabb korosztálynak ajánlanám, mert őt azért rendesen le kellene mozgatni, azért napi szinten egyszer-kétszer, még akár háromszor is le lehetne őt vinni, akár futtatni is. Ha van mellette másik kutya, ha úgy kerül mondjuk esetleg innen tőlünk ki, hogy megy másik kutyához, akkor viszont a másik kutyával szerintem ő nagyon-nagyon jó el lesz. Kinti-benti kutyának, tehát egyformán ajánlom. Nyilván télen, mivel rövid szőrű, azért már megint a szívemre hallgatva azt mondom, hogy Bentre, de kinti Bentinek egyformán, mert ugye most is ő kint van, és azért jó el van. Tehát, hogyha van mellette kutya, akkor mehet kintre, ha nem, akkor inkább Bentre. Egészségügyi állapota szuper, minden oltása rendben van, és szívféreg negatív.
Ez a kis hölgy Toti. Őt kb. 4 hete hozták be, az Osannál találta egy idősebb házaspár. Ő egy 2 év körüli kislány, kistermetű. Hát mi valahogy úgy határoznánk be, hogy egy Yorkshire és egy ilyen kisebb testű terrier keveréke. De hát amilyen kicsi, olyan kis energiabomba. Alapjában el van. Nála azért fontos leszögezni azt, hogy ő mindennek szeret hangot adni. Amikor bekerült, ő ugye szobatiszta volt. És ugye először volt, amikor azt hittük, hogy biztos csak azért jelez, hogy jönnie kell ki. Hát nem, ez konkrétan feltűnési büszketegség, féltékenység, hogy mi van másként, mi nem ő van kint, stb. Úgyhogy ebből fog adódni a későbbiekbe, de már most leszögezném azt, hogy ő panellakásban nem ajánlott, ha jó szomszédi viszony szeretne a leendő gazdi. Természetét és a aktivitását mondva, én inkább a fiatalabb, esetleg még a középkorosztálynak ajánlanám. Nagyon aktív, szóval én azt mondanám, hogy ő simán egy ilyen napi egy-két-egy órás sétát simán kibír. Hát még lehet, hogy talán valami kisebb ilyen minimál kutyasportot is ajánlanék neki, ami leköti. Eddigi tapasztalatait alapján jól kijön. Mondjuk eddig csak fiúkutyákkal néztük meg, ebből hál' Istennek mind a két fiú elnyerte a kegyeit. Bár itt fontos azért leszögezni, hogy szereti ő hordani a gatyát, mert hogyha olyan van, akkor inkább azt mondja, hogy na, te most mennyi arrébb, és akkor én szereplek. Mondhatnám, hogy bújós is, de viszont van egy ilyen magavilága, szóval itt a kifutóba is, hogyha kihozzuk, lehet, hogy néha odajön, de őt inkább az érdekli, hogy szak, szimat, itt van, ott egy kutya, akkor azt is megnézem, de megyek közben, megyek még hogy 20 kört, de majd valamikor jövök, úgyhogy várjál meg. Ő szívféregre negatív, jelenleg még ivaros kislány. És egy öregedő kis fiúcska, ő 9 éves lesz most nem sokára, talán 2 hónap múlva. Másfél évvel ezelőtt került be hozzánk, itt Szolnok külterületén kóborolt, csatangolt egyen meg a kis szívét, és egy telefonos bejelentés alapján mentünk és hoztuk őt be. Amikor betettük őt kennelbe, akkor sajnos volt neki egy kisebb rohama is, ami azóta hála jó Istennek nem volt, tehát ez valószínű, hogy a kennelnek köszönhető, úgyhogy azóta teljes egészségnek örvend, és még akkor itt el szeretném mondani nagy büszkeségünkre, amikor ugye bekerült, ugye ezt már többször hangoztattam, hogy ugye szívféreg teszten azonnal átmegy az összes kutya, ő szívférges volt, és most már gyógyult. Nagyon barátságos, nagyon kedves, viszont azért az idegeneket, nem is az, hogy meg is ugatja, de nem minden embert fogad el, inkább így mondanám, tehát válogat. Nyugodt, és szerintem a kora miatt, tehát ő már azt szeretné, hogy nyugalomban legyen. Nagyon barátságos attól függetlenül, és igazából nem is ugatós. Szerintem ő kinti-benti tartásra egyaránt elvihető, és igazából minden korosztálynak ajánlom őt is, mert amúgy, tehát mivel mondtam, hogy ő is egy nyugodt kutya, szerintem nem egy ilyen ugrálós fajta, aki mondjuk bántana gyerekeket, tehát gyerekek mellé is, én simán ajánlanám őt. Ami még nagyon fontos róla elmondani, hogy viszont attól függetlenül, hogy most már megszokta a kenelt, nyilván egy kutya sem szeret kenelbe lenni és ott letölteni az életét, tehát ő viszont nagyon szökös, és erre azért nagyon oda kell figyelni, tehát azért elsősorban, ha örökbe is fogadják, vagy panelbe, vagy kertesházba, azért a kertesházba is nagyon fontos az, hogy olyan kerítés legyen, amit mondjuk ő kicsi, tehát nem magas kutya, amin azért nem tud kiszökni.